Mindenkit nekrokrém vagyok. Jönek egy kis különlegesség, mint annól, mikor bemutattam nektek a Verdun, most bemutatnám nektek a Project argo Jelenleg Steam-en tök ingyenesen elérhető ez a játék. Mire hajaz? Uh, azt kell mondjam, aki nem vette meg a Rainbow Six Siege-et, de szeretne egy hasonló játékkal játszani, ami ingyenes, akkor íme itt van. Aki észrevesz benne egy kis Arma 3-as beütést, annak igaza van. A stúdió, aki csinálja ezt a játékot, ugyanaz a Bohemia Stúdió, aki az Arma 3-at csinált. Ezért a grafikai minősége, a fegyvereknek a. Uh, milyensége, ez teljes mértékben megegyezik az Arma 3 éval, a pályák is megegyeznek az arma 3 éval, csak ugye le vannak kicsinyítve. A projekt maga uh, inkubátor néven szerepet, tehát a Bohémia az inkubátor néven szereplő szekció alatt fut, ez az inkubátor annyit akar, hogy egy prototípusi játékokat csinálnak. Némelyik lehet megjelenik, majd egyszer valamikor, és némék lehet sosem fog megjelenni, és uh, ebbe játékes esetében ugye a Bohemia Interactive úgy döntött, hogy uh, kiadja a nagy közönség elé ingyenesen, próbára, hogy teszteljék, hogy lássák, hogy működik-e a dolog. Mit kell tudni a játékra? A játék 5v5 alapú, kisebb pályákon, uh, területfoglalási alapja van mind a három játéknak, amivel lehet játszani. Van egy uh, úgynevezett tényleg egy területfoglalós és megtartós, egyszer, egyszerélsz című történet. Van egy úgynevezett szintén terület Foglaló szerűség, ahol már mindig re respawnolsz, és komolyan egy teljes mértékben Rainbow Six Siege-re hajazó taktikai megfontolással kell játszani a játékot, szóval hogyha szereted az ilyesmit, vagy te és a haverő szeretik az ilyesmit, akkor ez egy nagyon jó játék lesz. Ha szereted a, az armának a hangulatát, a fegyvereit, a pályáját, mindenképp szeretni fogod, úgy gondolom. Az arma amúgy itt tényleg egy, jó játék, és nekem például a problémám az armával valahol ott volt a hatalmas pályaméretek, és az ebből adódó kicsit lassú és unalmas játékmenet, de attól függetlenül magát, a témát, a harcrendszer, stb. mind élveztem, csak csak ne kellett volna annyit gyalogolni két akció között. Ezért ugye létre itt itt van a Project Argo, és gyakorlatilag leszűkített 5v5 játékmenetes, és komolyan mondom, itt nagyon izgalmas uh, játékmenetről uh, van szó, és hogyha tényleg élvezed az ilyen taktikai, benézel, kinézed, megfontolod uh, lépésű játékokat, akkor ezt nagyon fogod uh, élvezni. Nos, uh, srácok, nagyjából ennyi lett volna ez a játék, fel lehet ütni Steven, tök jó, mondom ingyenes, és kicsit alfában van szóval észre fogtok venni, furcsaságokat, nincsenek benne grafikai bagok, csak ilyen mozgás stb. gépigény tekintve, hát akinek futott az Arma 3, annak most ez is fog futni tökéletesen, szóval nem egy nagyon durva-durva gépigény, de megesett, hogy az alfa uh, miatt, tehát hogy alfa stádiumban van a játék, emiatt uh, egy kicsit uh, ne ne nehézkesebben fog futni, vagy nem tudom, de nagyon jó már most grafikai beállításokat lehet csinálni, hogy jól fusson a játék. Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!